Na mit csinál mindenki az SEA bevallások után? Hát szárok pénztárcájában turkál. És mi mit fogunk csinálni a mai részben? Pontosan ugyanezt. A pénzcentrum a cikkében arról ír, hogy mennyit kasszált a cégével Sebestyén Balázs, Kassa Tibi és Nagy Feró. Azt mondja, hogy nem fizetett osztalékot 2022-es üzleti évre Kassa Tibor cége, a Manker Beauty Kft. Pedig 1,31 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta az évet, derül ki a cég beszámolójából. Kassa Tibi így jóval szerényebben zárta a 2022-es évet, mint az előttit, annál jobban ment viszont Sebestyén Balázs. Mellékletek szerint a rádiós 170 millió forint osztalékot szedett be a cégéből. Nagy Feró cége a Nagy Feró Kft. 23,5 millió forintos adózott eredménnyel zárt 2022-ben. A Beatrice alapítója, a Nemzet Csótánya a dokumentumok szerint a 2022-es üzleti évben nem vett ki osztalékot a cégből, minden árbevételt az eredmény tartalékba vezettek át. A pénzcentrum cikkében megnézhetitek, hogy alakult Majka cégének 2022-es árbevétele.